Kívülről úgy tűnt egy kicsit, hogy az azonos taktikának köszönhetően kioltják egymást a csapatok, aztán a második félidő hajrájában felpörögtek az események, és hát ismét egy győztes gólt szereztél. Hogyan értékelni a találkozót? Hát igazából az első fél időben nem nagyon tudtunk helyzetet kialakítani, illetve a Diózsió sem okozott nagyobb veszélyt a kapunkra, de úgy érzem, hogy azért álltuk a sarat, nem voltunk azért top formában, nem úgy játszottunk, ahogy tudunk, tehát sokkal több van bennünk, de teljesen mindegy, igazából 3 pontot itthon tartottuk, és ez volt nekünk a legfontosabb. Sajnos megint vereséget szenvedtünk, ugye ráadásul 2 pont rugásgóllal, ami a mi helyzetünkben még fájóbb, hiszen aki az a csapat, amelyik ilyen nehéz helyzetben van, és a kieső zónában tanyázik, az nem engedheti meg magának, azt gondolom, hogy 2 pont rugásgólt kapjon. Az első után gyorsan tudtunk egyenlíteni, a második után is próbáltunk, de sajnos nem sikerült. Ez koncentráció hiány esetleg, hogy itt a végén 2 perccel kaptatok gólt? Hát igazából egy szerencsétlen szituáció volt, ugye egy szabálytalanság, amit a Hegedűs Jani szépen berúgott sajnos. De így van, nálunk volt a lélektani előny, ezt nem tudtuk kihasználni, pedig szerettük volna mindenképpen megszerezni a 3 pontot, de hát örültünk volna az egynek is. Ezután nem 60, hanem 28 méterről találtál be. Bencés Miklós a padról azt is mondta, hogy vállald el. Ezeket a szabadrugásokat sokat gyakorlom, úgy érzem, hogy azért ezek sikerülnek is általában, most szerencsére mérkőzésen sikerült, illetve nagyon-nagyon örülök, hogy a mester így bízik bennem, és tényleg ő mondta, hogy dugja már. Először léptél pályára a volt csapatod ellen, volt benned esetleg valami plusz bizonyítási vágy, vagy milyen érzésekkel léptél pályára a Puskás ellen? Természetesen azért volt egyfajta ilyen plusz bizonyítási vágy, azért mégis 3 évig itt futballoztam, nagyon szerettem itt lenni, sajnos úgy alakult, hogy el kellett ugye jönnöm, de tényleg nagyon szerettem volna, hogyha ezen a mérkőzésen győztesen hagyjuk el a pályát. Igaz, ez vonatkozik mindegyik találkozóra, úgyhogy most már csak előre tekintünk a Debrecen elleni mérkőzésre. Nagy az öröm a csapatnál, és az, hogy végre tudtunk nyerni egy olyan csapat ellen is, aki mögöttünk volt, és le tudtunk szakítani őket. Korábbi csapattársakkal beszéltél a mérkőzés előtt, ment az ilyenkor szokásos Rika? Hát természetesen beszéltünk, azért van egy csoportunk, ahol így 4-5 emberre tartjuk a kapcsolatot szinte minden nap. Mérkőzésre annyira nem beszéltünk, úgyhogy nem nagyon került szóba azért ez a meccs előtt. Jövő héten az MTK-hoz látogattok, ott is várhatunk újabb Hegedűs gólt? Hát ez még azért a jövő zenéje, nem megyünk azért ennyire előre, persze nyilván nyerni szeretnénk, mindig szeretnék gólt szerezni, nem ez az első feladatom az, hogy ne kapjunk gólt, már sajnos nem sikerült, de hogy most így tudtam segíteni a csapaton, akkor szerencsére így sikerült, de úgy érzem, hogy az MTK ellen is, hogyha kicsit fejlesztünk a támadójátékunkon, illetve mögéjük tudunk kerülni, akkor lesz keresni valónk. Immár a 8 mérkőzés óta nyeretlen a Diósgyőr. Hogyan lábalhat ki ebből az igencsak mély gödörnek tűnő szituációból, vagy helyzetből a csapat szerinted? Hát nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nagyon nehéz, ugye amint mondtam, az a legrosszabb, hogy minden mérkőzés után azért nézni kell, hogy mit játszottak az ellenfelek, hogy még a közeli riválisoknál lépjenek el tőlünk. Ez a legnehezebb. Hát igen, 8 mérkőzés óta nem éreztük a győzelem ízét csak a Magyar Kupába, és ez azért egyfajta nagyon tehert ad ugye a játékosokra, és nyilván nagyon nehéz így készülni hétről hétre, hogy nincsen úgymond sikerélményünk. De nem tudunk mit csinálni, profi labdarúgók vagyunk, úgyhogy ugyanúgy kell dolgoznunk, vagy még keményebben, és bízunk benne, hogy egyszer csak megfordul ez, és jönni fognak a győzelmek.